Tehát akkor több milliós pályázathoz jutott máig. Pontosan hogyan néz ki ez a pályázat, és hát hogyan sikerült ezt elnyerni? Választási kampányomban első helyen szerepelt a község csapadékvíz elvezetési problémáinak a megoldása, és ezért a környező településekkel összefogtunk egy meghirdetett pályázatnak a megírásával. Ez EMOP 3.2.1/FS pályázat volt, amit 2010-re írtak ki, ezt az Új Magyarország fejlesztési terv keretében írták ki, ez 20 milliótól 100 millióig lehetett pályázni. Most a környező települések is hasonló problémával küzdenek, belvízzel, árvízvédekezéssel. Én úgy gondoltuk, hogy egységben az erő, és ez az elv úgy néz ki, hogy sikeres volt, hiszen négy község pályázott erre a keretösszegre. Ez a keretösszeg 3 milliárd forint volt, 40 pályázat nyerhetett volna, ebből országos szinten 36 pályázat nyert, köztük voltunk mi is. Én azt gondolom, hogy ez nagyon dicséretes dolog, mert Kis-Tokaj, Nyéklátháza, Helyőkeresztúl, illetve Máji közösen adta be ezt a pályázatot, és mindegyikünk közel 100 millió forintot nyert. Hozzá kell tennem egy kicsit dicsekedve, hogy Máji nyerte a többi települések közül a legtöbbet, 85 millió forintot, a többi három település egy picikével kevesebb pénzösszeget kapott, mint mi. Én nagyon büszke vagyok erre, mert azt gondolom, hogy nagyon sok volt az eszkimó és kevés a fóka, tehát rengeteg pályázatot nyújtottak be, és ebbe a 36 pályázatba mi, mint Máji szerepeltünk. Ez amúgy a község életében a legeslegnagyobb pályázati pénz, amit megnyertünk, eddig pár milliós tételek voltak. Én azt gondolom, hogy mondhatnám úgy is, hogy a lejtőn reméljük nincs megállás, és továbbiakban is fogunk pályázatokat nyerni. Ez a cél. Ez egy nagyon-nagyon fontos lépcső, illetve nagyon-nagyon fontos dolog a község életébe, mivel befogadót meg kellett, hogy csináljuk. Ha ezt a pályázatot nem nyertük volna meg, akkor a talajvízzel sújtott területekre is hiába csináltuk volna meg a terveket, nem tudtuk volna elfogadtatni, mivel nem tudtuk volna a felszíni csapadékvizeket befogadó hiány elvezetni. Most nagyon nagy lehetőség van arra, hogy a talajvízzel sújtott területeket is sikeresen tudjuk pályáztatni. Ez a Bem József munkásút, a köztelévő Tashuba Töbötöm utak, illetve a Széchenyi útnak a rekonstrukció, utak vízelvezető árkának a rekonstrukció lenne. Már a képviselőtestület biztosította a keretösszeget a tervezésre, illetve ezeknek az utaknak a felmérésére, és holnap fogjuk aláírni a szerződést, tehát holnaptól elméletileg már ezeknek az utcáknak a csapadékvíz elvezetési tervezési előkészítési munkái megkezdődnek, úgyhogy ezekre is be fogjuk adni a pályázatot. Reméljük ez is ugyanolyan sikeres lesz, mint az előző. Biztos lesz egy apró kis kellemetlenség, de az a jó hír, hogy reméljük, hogy a máji vállalkozókat be tudjuk vonni a munkálatokba, a kivitelezési munkálatokban. A további lépésekről holnap lesz szó Helyőkeresztúrban a nyertes községek polgármesterei, illetve a pályázatíró cég összedugja a fejét, és itt megbeszéljük a legközelebbi teendőket, amiről természetesen ugyanilyen formában szeretnénk a máji lakosokat értesíteni. Én azt gondolom, hogy a helyű malomároknak a munkálatai különösebb fennakadás nem fog eredményezni a falu életében. Hát nyilvánvaló itt tehergépkocsik fogják vinni az eliszalpolódott törmeléket, amit a meder tisztítása során a munkagépek ki fognak kotorni. Köszönjük szépen!